Két évvel ezelőtt írtunk egy anyagot a nagybatoni polgármester visel dolgairól. Simon András a Securitaténál volt sorkatona, azután ugyanígy, tehát a kommunista titkos rendőrségnél dolgozott sofőrként, később aztán milicista lett, és a forradalom után Nagybacon teljhatalmú urává választották, lényegében saját birtokaként kezeli a községet. Felhívtuk a polgármestert, és szerettünk volna egy időpontot egyeztetni vele, ebben meg is állapodtunk. Másnap azonban, amikor Nagybaconba mentünk, a polgármesteri hivatal zárva volt a megegyezett időpontban, a polgármesternek pedig híre hamva. Felhívom a polgármestert, ugyanis fontosnak tartottam, hogy reagáltassam azokra a vádakra, amelyeket a helyiek mondtak azzal a móddal kapcsolatban, ahogyan vezeti a községet. Meglepetésemre a polgármester annyira nem válaszolt a kérdéseimre, hanem hosszasan sorolta, hogy mikor érkeztünk a községbe, milyen autóval, hol parkoltunk, a községben hol láttak minket, kivel találkoztunk, ami annak bizonyítéka, hogy Nagybaconban megállt az idő, itt még mindig a kommunista tempó dívik.